Sziasztok! A mai videóban ezt a bögrét fogjuk elkészíteni, ugyanis névnapja lesz az anyukámnak, és ezt fogja kapni ajándékba többek között. Úgyhogy, ha érdekeltiteket, hogy hogyan lehet ilyen bögrét csinálni, ilyen cukit, arany és ez is színű pöttyökkel, akkor tartsatok velem! Nagyon-nagyon egyszerű lesz ennek a bögrének az elkészítése, csak annyi a dolgunk, hogy egy papírra lesz szükségünk, egy valamilyen torra vagy ceruzára, a bögrére nyilván, és lakfilcekre és ollóra, és hogyha ezeket mindet elkészítettük, akkor egy papírra felírjuk a kívánt szöveget. Én ezt így először rámértem a bögrére, hogy mégis mekkora szöveget szeretnék, és nagyjából akkor ezt próbáltam meg így leírni. És hogyha készen vagyunk ezzel a kis felírt szöveggel, akkor ezt ki kell utána vágni. Én azt gondolom, hogy nem muszáj olyan hú, de nagyon megszerkesztett betűket írni, mert végül is ez egy kézzel készített ajándék, de hogyha mindenképpen nagyon-nagyon hibátlan és ugyanolyan betűket szeretnétek, akkor inkább nyomtassátok ki ezeket. Hogyha kivágtátok a betűket, akkor ezt valamivel rögzíteni kell a bögrére. Én erre leginkább a glue teket, vagy hát így más néven gyúlmaragasztót ajánlom, de hogyha ilyenetek nincs, akkor tényleg bármilyen más ilyen kis kétoldalú ragasztó megfelel, csak ezt azért mégis könnyebb utána leszedni, mint egy ragasztószalagot. És hogyha rögzítettük ezeket a betűket, akkor már csak az van hátra, hogy bepöttyözzük az egész bögrét, nyilván a betűk kivételével. Én ehhez ilyen lakfilcet használtam, ezt két darabos csomagban lehetett venni a Lidl-ben, és talán 7 vagy 800 forintba került a kettő darab együtt. Egy ezüst és egy arany volt benne, de volt több színben is, és én különböző méretű pöttyüket tettem a pohára, ez esetleg így fontos lehet. És a betűk szélénél ott sűrűbben pöttyöztem, nyilván, hogy így megadja ezt a formát. Azt esetleg fontos lehet tudni, hogy ha ilyen lakfilcet vesztek, akkor ezt rázogatni kell egy ideig, illetve benyomni a hegyét ahhoz, hogy fogjon, tehát ne lepődjetek meg, hogyha nem fog azonnal, amikor elkezdtek vele írni, ezt először így be kell járatni. És hogyha befejeztétek a pöttyözést, akkor igazából már csak annyi a dolgotok, hogy leszedjétek a kis papírokat a bögréről, és el is készültünk. Remélem, hogy tetszett nektek ez a bögre, és esetleg megcsináljátok akár más felirattal is. Köszi, hogy velem tartottatok, ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, kommenteljetek és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!